Hello, hello! Mindig munkában. Az irodában vagyok, de csak hogy stílszerűen köszöntselek. Azt a kincsedre kell felakasztani. Majd a végén lesz. Okay. Na, hát akkor én azt gondolom, hogy vágjunk is bele. Üdvözlök mindenkit a Tripont és a Fujifilm közös szervezésében a mai webinárunkon. A mai webinárnak a fő témája az a Fujifilm X-T4-es gép lesz, Milc gép lesz, és vendégelőadónk Marozsán János lesz, aki felhasználója az X-T4-nek, és nem csak fotózásra, hanem videózásra is használja. Ezért nagyon érdekes dolgokat fog nekünk elmondani felhasználói oldalról, nem csak száraz technikai dolgokat. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy némítse le a mikrofonját, hogy az előadás közben jól halljuk Jánost, illetve hogyha valakinek van kérdése az előadás során, akkor azt pedig a chatbe írja meg nekünk. Az előadás végén ezeket a kérdéseket feltesszük Jánosnak, és akkor fogja megválaszolni majd ezeket. Úgyhogy én át is adom a szót Jánosnak. Üdvözlünk, szia! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek. Annyira optimistán adtad elő, hogy milyen, mennyi és hatalmas dolgokkal készültem, hogy remélem meg tudok felelni ezeknek az elvárásoknak, igyekszem. És köszönöm szépen, hogy ennyien vagytok már most az elején. Wow, még egy ember. Na, hogy is kezdjem? Szóval X-T4, még hoztam magammal egy olyat is. Igazság szerint talán ott kezdem, hogy én az egész XT szériát végig használtam. Itt van Máté, úgyhogy nem is tudom az XT1-et mikor adtátok ki. Teljesen mindegy, tehát XT1, XT2, XT3, XT4, meg millió más Fuji gépen volt mellette. Igazság szerint mindegyikre úgy tekintettem legalábbis az XT1-es, egy számjegyű sorozatára, mint egy munkagépre. Tehát úgy értve a munkagépre, hogy nem olyan szerelemgép, mint a Pro széria, vagy az E széria, mert az X1, X2 is nagyon-nagyon szeretni való gép volt, meg a 3-4 is nyilván. Ezeket olyan jó értelembe vett ütni-vágni való gépeknek tartottam mindig. Nem úgy, hogy rossz gépek, hanem munkára, nem szerelemből veszed meg, hanem arra veszed meg, vagy használd őket. És igazság szerint még az XT1-nél talán kevésbé látszott ez a tendencia, de az XT2-nél, illetve az XT3, XT4-nél tényleg abszolút megfigyelhető lett, hogy borzasztóan jó hibrid gépek lettek. Nagyon jól használhatók videóra is a fotó mellett, sőt, én többet használom már videóra ezeket a gépeket, és aprajával nagyon-nagyon szép kis lépésekben nagyon sokat fejlődtek. Az XT4-nél mondjuk nekem volt egy olyan rossz értelembe vett beidegződésem, hogy nagyon korán adták ki az XT3 után, nem is kellett volna, meg se veszem, stb. De gyakorlatilag most egy XT3-om és egy XT4-em van, nem bántam meg az XT4-et. Tök jó kiegészítik egymást, elég sokat videózok az XT3-on a gimbalon, mert ott gimbalnál nincs szükség az IBIS-re. Az XT4-en meg tök jól el lehet kézből vágóképezni, és teljesen jól működik a stabi. Aminél szintén olyan voltam, hogy ó, nem is kell, az meg hasonló. Mindegy, az emberek ilyenek. Még egy másik dolog volt az XT4-nél, illetve teljesen ugyanez a dolog volt, amiért azt mondtam, hogy nem veszem meg, mert az XT3-nál van egy csomó olyan dolog, amit nem kapott meg még most se firmware-ből, és azon egy kicsit morogtam egy darabig, igazság szerint most már annyira nem zavar, mert a nagy részét nem is használom ezeknek. Illetve amit használok, azok közül van tök jó, például a Color Clone Blue, az egy zseniális dolog, timelapse-eknél rengeteget használom, olyan, mint a felcsavarnál egy polárszűrőt, behúzza az égnek a kékét sötét kékre. Nyilván felcsavarhatnék egy polárszűrőt is egyébként, de ezek kéznél vannak és nagyon jól működnek. És van egy csomó ilyen apró feature, amit az XT4 megkapott, és mondjuk a 3 nem. A H1-et megértettem, hogy nem a 3 megkaphatta volna, de például az autofókusz pedig megkapta az XT3 visszamenőleg az XT4-ét. Ami fotónál jó, videónál néha kevésbé, mert az én véleményem szerint néha idegesebben reagál
a követő autofókusz az XT4-be. Annyira ügyesen és annyira gyorsan akarja követni a dolgokat, hogy hiába visszamaszom a sebességet, hajlamosabb így oda-vissza keresgélni, hogy mi történik, le nem maradjak lóra. Abszolút jó egyébként fotónál, egy rossz szavam sem lehet, tényleg tök jó működik a tracking, XA1 óta vágyom ilyen trackingre, az volt az első Fuji gépem. Az XT4-nél megkaptam, hogy így ráragad a kis négyzet az arcra, a kis lábújra, vagy mit tudom én mire, és akkor követi szépen. Azt mondjuk így Mátéknak sugom meg, bár Mátének nem sok köze van ehhez, de továbbadhatja, hogy videóba is működjön ez. Komolyan, nagyon szépen kérem. A videóba nincs ráhatásunk. Nincs, tudom, de majd írunk valamit, petíciót, vagy kivárjuk a sorunkat, és az lesz a legegyszerűbb. Videónál nagyon kéne. A videóban van egy ilyen négyzet, és rakod, ahova rakod, és az ő ott marad, követőnél is, meg van egy full automata is, és ez egy kicsit még buta. Hát nyilván szép, lassan fejlődik minden, és egyébként tök jó fejlődik, mert ha beleraknak valamit Fujiék, azt általában jól rakják bele. Most arról jutott eszembe, hogy amikor megjelent az XT4, akkor én nagyon kértem ismerősöket, meg nagyon keresgéltem a külföldi fórumokba, hogy a HDR módot próbáljátok ki. Ó, de mi próbáljuk ki, ez csak egy HDR mód, meg a Deep Review, meg a többiek megnézték, hogy az lekloppol a képből, és akkor kicsit romlik az élesség. Oké, okay, ezt mindig pörgetem, ami a kezemben van. Láttam a csetet. Szóval, de ha ezt normálisan beállítjuk, ezt a HDR módot, akkor rettentően működik egyébként. Tehát úgy értem, hogy normálisan beállítjuk, hogy nem csak ráengedjük, hogy próbja 0-0-0-0, és akkor csinál valamit, mert akkor valószínűleg mivel több képből összegyúrja, és megpróbál egy ilyen tone mappinggel egy nagyobb átfogást összehozni, túlszaturált lesz. Tehát eleve én ott kezdtem, hogy Pronek High Mode, mert az kevésbé színez, és kevésbé viszi el zöldbe, sárgába, és a szaturációt -4-be visszahúztam, és eszméletlenül jól működik. Van egy ilyen HDR plusz nevű mód benne, és annyira jól működik egyébként, hogy vannak olyan helyzetek, mikor hát nem feltétlenül tájképre, hanem ilyen interior fotózásnál, mikor beltérben vagy, és ott van egy bazi nagy ablak hátul, és akkor az kiég, akármit csinálsz, azzal is nagyon jól elbánik. Nyilván meg lehet csinálni bracketből, kettőt alá, kettő felét lősz, meg így összerakod, úgy összerakod, de gyakorlatilag, amit egyébként a legjobban kiszeretnék hangsúlyozni ebbe az előadásba, gyakorlatilag, ha valamit meg tudsz oldani egyszerűbben gépen belül, akkor én azt nagyon sokszor azt preferálom. Mert egyszerűen az kéznél van, kevesebb időt kell utómunkával töltenem, és kevesebb időt veszel itthon a családtól, stb. Mondhatok még ilyen dolgokat. De hogyha ott vagyok, és akkor ott vagyok, és a gépen csak hármat kell odébb kattintanom, és azzal meg tudok egy csomó utómunkát spórolni, akkor én abszolút azt fogom használni. És ez a HDR-nél is így volt, hogy addig pörögtem, forogtam, míg végül egy XT4 a kezembe került, és kipróbáltam, és beállítgattam, és tök jó működik. Ilyen full frame-es Nikon használó ismerősöm is így nézett ott a Z7-te, hogy jesszus, ez nem minden esetben nyilván, mert nem minden esetben használható. Tehát, hogyha több képet elkezd egymásra stackelni, az még a mostani technológiával is időbe telik, tehát hogyha fúj a szél és a levelek úgy bemozdulnak, akkor például semmi értelme nincs használni. De hogyha éppen tudod használni, és tudod, hogy ott van, akkor miért ne használhatnám? És tök jó be lehetett állítani, tök jó működik, teljesen jó. Mindjárt mutatok. Egy nem sokat találtam most így hirtelen, de már is mutatok képet róla. Még a MIPA környékén sétáltunk egy videózásnál a Palkó Gyurival egyébként, akivel rengeteget dolgozom, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és büszke. Tehát ezek nagyjából egy ilyen out of cam képek. Nyilván van egy icipici vágás, meg mit tudom én mi rajta, de teljesen jó működnek. Tehát jó, tudom, hogy ott kellene lenni, és látni, hogy anélkül milyenek lettek, de arról majd esetleg tudok, hogy amikor majd így az előadás után beszélgetünk, ha gondoljátok, akkor mit tudom én itt a
lakásban a kupac közepéről lövök valamit az ablakkal, és megnézitek, hogy a általam alapból beállított klasszik róma, meg ezzel a HDR-rel milyen bődületes különbség van. Megnézhetjük nyugodtan az előadás után. Ha elfelejteném, akkor nyugodtan szóljatok rám. Akármikor is, akármiért. Szóval HDR. Ja igen, az előbb mondtam azt, hogy szeretem azt, hogyha minél kevesebbet kell utómunkázni. Ez nem azt jelenti, hogy lusta vagyok, mert alapvetően egyébként lusta vagyok, hanem azt jelenti, hogy szeretek spórolni az időn, mivel ebből élek, ezért rengetegféle munkám van, rengeteg helyre kell menni, és nem mindegy, hogy 4 napig kell dolgoznom egy utómunkám, vagy fél napig. Most nyilván ez egy elég bődületes különbség volt, de nagyon sokszor ez így is van. Nézem a csetet közben, Csabi, Szabi beért, de arról majd beszélek később. Aksival kapcsolatban beszélek most, nagyon jó az aksia, bírja, nagyon bírja az aksia, XT3-hoz képest. Igazából egy esküvőt simán végignyomok vele, egy egész napos esküvőt. XT3-at is szerettem, mert onnantól kezdve, hogy tudod, hogy mit csinálsz, és nem pimpeled feleslegesen a kijelzőt, és nem nézegeted vissza, hogy mit csinálsz, onnantól fogva az XT3-nál is két aksis volt csak ez a történet. Jó energiatakarékos processzort raktak bele az XT2-höz képest, tehát simán el lehet ilyen fél napokat fotózni vele, hogyha nem pimpelsz feleslegesen. Szóval ott tartottam még mindig, ugrálok itt össze-vissza, hogy utómunka és utómunka spórolás. Most valószínűleg, bár az itt lévőknek a nagy része, ahogy látom, ismer már eléggé ahhoz, hogy tudja, hogy nagyon sok esetben JPEG-gel dolgozom, fizetős melónál is. Nem feltétlenül azért, mert nem tudnék egy RAV-ot feldolgozni, bocsánat, leveszem a hangot, ne pittyegjen a telefonom, hanem azért, amit mondtam, hogyha normálisan beállítom a gépet, és van egy olyan outputja, amit idővel a saját szájízemre tudtam hangolni, és tudom, hogy azzal minimális utómunkám lesz, egy kis körhúzogatás, egy kis vinyettát rárakok minimálisan, minimális expo korrekció, és mehet is a kliensnek, akkor nyilván azt fogom használni. Ott van a slot 1-ben, vagyis a slot 1-es kártyában mindig RAV-ra rögzítek, a slot 2-ben JPEG-re, tehát ott van, mindig fel tudnám másolni, és mindig meg is van, mi kész nem vagyok, de 100-ból nem is tudom, 95-ször a JPEG bőven elég. Nem minden műfajba, interiőr, épületfotózás, tájkép. Ezeknél azért sokszor ravozik az ember, kivéve a HDR, amiről beszéltem. De mondjuk egy esküvő, egy családi fotózás, egy olyan dolgok, eseményfotózások, amikor darálni kell több százat, több ezret, ott egyszerűen annyival gyorsabb a workflow-ja az embernek, hogyha egy jó beállított alapról indul ki. Nyilván egy RAV-nál is lehet, hogy egy előre beállított prizettel indulj ki, és akkor testre szabod. Ezek annyira szubjektív dolgok egyébként. Tehát mindenki azt használja, amit akarja. Nekem ez vált be, neked az, amannak megint más fog beválni. Én ezt szeretem. Tehát azt, hogy annyira jól és ügyesen és tök jó érzéssel lehet dolgozni a fájlok, hogy nem az van, hogy még ezen át kell rágni magam, és akkor a Lightroom mindegyiknél tölt másfél másodpercet, hanem pak-pak-pak, végignyomom, csillag, nem csillag, csillag, nem csillag, le van válogatva. Utána pedig egyszerűen az a minimális utómunka, exportálom, rávárok 2 napot, míg átadok, hogy ne másnap adjam azért rád, és nagyjából ennyi a történet. Mindig azt mondom igazság szerint, hogy kliens oldalról kell nézni. Őket nem érdekli, hogy 14 bites RAV-ból, vagy 12 bites RAV-ból, vagy JPEG-ből lőttél, vagy hogy milyen prizetet nyomtál a képedre. Őket csak egy dolog érdekli. Illetve nem feltétlenül egy dolog, de legyen meg az adott pillanat. Igazából ezt tudom mondani, főleg eseményfotózásnál, semmi más nem érdekli őket. Nem azt mondom, hogy egy GoPro-val is oda mehetnél, mert nem feltétlenül. Van egy minőségi elvárásuk, de ha azt a minőségi elvárást meg kiismerted és tudod tartani, akkor miért ne dolgozhatnál JPEG-ből? Teljesen mindegy. Abból dolgozik az ember, ami kényelmes. Tehát hála Istennek ez egy olyan szakma, mint nagyon sok szakma, akár szakács, festő, akármi,
hogy felesleges azon rugózni, hogy te milyen ecsettel festesz, a másik milyen fazékkal főz, teljesen mindegy. Csak a végeredmény számít, a többi nem. Ha most JPEG-gel fotózom, JPEG-gel fotózok. Ha te RAV-val dolgozol, örülök neki. Tök mindegy. És videónál is ez van, ha gondoljátok, mutatok egy pár videót egyébként mindjárt. Videónál is ott van benne a LUT, a HLG, egy csomó olyan tulajdonságot tud az XT4, amivel tök jó dolgokat lehet csinálni, hogyha rászállod az időt, bár a HLG konkrétan arról szól, hogy egy HDR alapú videót át tudsz minimális utómunkával adni. Majd később válaszolok, kár volt kinyitnom a chat ablakot, szóval megakadtam egy kicsit. Mégis az Eterna, sose tudom, mert mindig interneten és írásban válaszolok. Legyen Eterna. Eterna és DR400 módot szoktam használni, mindig. Egyszerűen azért, mert látom a kijelzőn, hogy hogy néz ki. Egy lognál egy zöld trutyit látsz, egy lapos képet, aminél azt se tudom, hogy a fehér egyensúlyt jól állítottam be, azt se tudom, hogy az expo korrekció hogy van. Nyilván van zebra, nyilván van egy csomó dolog, de itt is azt vallom, hogy nem feltétlenül jó, ha én elkezdek utólag zsonglőrködni, főleg ha találtam olyan metódust, ami teljesen megfelel kiinduló alapnak is, és minimális utómunkát igényel. Videófelvételnél is általában az van, hogy bedobom a Final Cut-ba, van egy ilyen tök ingyenes, azt se tudom, milyen RED kamerán alapuló LUT-om, amilyen ilyen 30% körüli opacity-t szoktam rárakni, hogy egy picit melegítsen az ilyen Eternal-nál kritikus dolgokon, mint a piros. Azt egy kicsit felhúzza pirosabbra, mert egy picit narancsárgás egyébként alapból, de ennyi. Azon kívül az alap dolgokat rakom rendbe. Ha egy kicsit elment az expo, össze, visszahúzom, és nagyon meg összerakom a snitteket, hogy nagyjából egy színben legyenek, és ennyi az utómunka. Az összes többi az vágás, felirat, és kész. Tehát egyszerűen nem feltétlenül color grade-elem agyon ezeket az anyagokat se. Nagyon ritka. Egy párat mutatok, hogyha nem bánjátok. Addig se kell beszélnem, mert úgy látom, hogy az a rengeteg alvás azért. Már is megosztom a képernyőt, és akkor egy pár videót mutatok nektek. A chatben, hogyha nincsen hang, akkor írjátok be, mert előtte egy kicsit szenvedtünk ezzel, jó? Ebbe mondjuk egy hajszálnyi, talán sok volt a drónos rész, de itt már az XT4-et használtam főleg. Egy gráci anyagot mutatok még most meg nektek, mert ebben nincsen drón, itt tényleg fudzsik vannak. Itt talán még nem volt meg az XT4-em, de az XT3 az teljesen ugyanazt tudja a videóba. És itt
nem is nagyon nagy látószögbe mozogtam, hanem a 1855-tel. Pont azért, hogy legyenek ezek a finom elkúszások, legyen egy picit megmozgatva az épület, ez egy Zaha Hadid épület, egy nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű épület. Megmutatom, nem dumálok ennyit, jó? Csak megnézem, hogy a chatben mit írtatok. Jelöld be a videó optimalizálását és a megosztásnál. Nem tudom, hol kell, Szavi. Csúnya volt a. Oké, megmutatom, aztán legfeljebb megmutatom majd még egyszer. Még a Szabijét megmutatnám, majd közben megnézem, hogy mit írt. A lassításokat, nem, mindent úgy szoktam felvenni, tök jó, hogy előkerült ez a téma. Ráállítom egy picit a megosztást. Tehát mindent úgy szoktam felvenni, hogy 4K50p-ben. És tök jó tényleg, hogy előkerült ez a téma, mert az X-T3 óta tudják ezt a Fujik. És igazság szerint a GH5, a Panasonic GH5 kivételével kevés kamera tudta ezt akkoriba. És ez is tök jó dolog, mert mindent tudok lassítani. És azért 50-ben, mert 25-ben vannak a projektek, és akkor 50%-kal lassítom, és akkor teljesen jó. Nem kell annyit variálni, egyszerűen le van lassítva a felére, és kész. Nem fog szaggatni, nem lesznek vele ilyen jellegű problémák. És mindent úgy veszek fel egyébként. Tehát az összes ilyet, amit most láttatok, azt mindegyiket 4K50p, és akkor szépen lassítom az 50 fps-ből 25-be. A 120 fps-t ritkán használom. Volt olyan, amikor használtam, most hirtelen meg is nézem, még mielőtt megosztanám, hogy egyáltalán itt van-e, vagy nincs, de nem hiszem, hogy itt van egyébként. Illetve volt olyan, amikor az X-T4-be belekerült a 240 fps, azt is használtam, de ha nem muszáj, akkor nem használom. Nem azért, mert nem lehet vállalni a képminőségét, mert lehet vállalni a képminőségét, hanem mert általában 50% lassítás nagyjából elég, ha nem elég, akkor vannak ilyen optical flow megoldások, amivel általában használhatom, akár 25%-ra lassítva is, és akkor megmarad a 4K is. Azért a 4K-hoz relatív szoktunk már ragaszkodni. Nem találtam most hirtelen olyat. Nem tudom, a chatbe kérek esetleg visszajelzést, hogy videókat mutassak még, vagy esetleg nyargaljak át a fotóra, és beszélgessek másról. Mennyire segíti az IBIS a munkát? Köszönöm szépen, Szabi. A bíróloknál, a vágóképeknél nagyon segíti videóknál. Nagyon szépen lehet minimális mozgásokkal tök jó vágóképeket készíteni. Fotónál igazából én úgy érzem, nekem nem azt nem szoroz. Nagyon sokszor 56-1-2-vel, 16-1-4-vel, 35x1-4-vel dolgozom is, és rendszerint nem olyan záridőkkel, ahol szükség lenne a kép stabilra. Tehát egy esemény fotózásán igyekszem 1-2 század alá nem is menni. Nyilván, hogyha be akarom mozdítani, akkor lemegyek alá, de hogyha az a cél, hogy olyan képek legyenek, amik élesek, akkor az 1-2 század körüli záridőhöz ragaszkodom is, és mutatok egy pár koncertképet, jó?
Sőt, ebből elég sok még az XT1-jel készült, és igen, ezek most utómunkázottak, mindjárt mutatok olyat, amit kevésbé utómunkáztam, ezek fekete-fehér sziluettek, őket eszméletlenül szerettem fotózni. Igazából itt az első kép miatt szerettem volna megmutatni, mert egy tök jó klisés gondolatom van erről, ez a kép. Tehát ez a kép technikailag egy malőr volt. Tehát itt elektromos záron maradtam, és elektromos zárnál, mivel soronként is relatív lassan olvassa ki az érzékelőből a gépnek a feldolgozó egysége az adatokat, ezért sávosodhat. Vannak olyanok, amikor csíkos lesz a kép. Itt ebben az esetben az történt, hogy a képnek a fele még megkapta a színpadi fényt, az alsó fele pedig nem kapta meg. És ez nekem borzasztóan megtetszett, ez a technikai bénázás, ami ezen a képen rajta maradt. Egyébként azóta is az egyik kedvenc koncertképen. Ha teljesen fehér lenne a háttér, valószínűleg nem működne így számomra legalábbis. Mindjárt mutatok egy pár képet. Közben nézem, nem írtatok. Na, nézem. Nincsen, Fujinál nincsen lehetőség. Az volt a kérdés, hogy egyébként nyugodtan kérdezhettek az előző, tehát az elején megbeszéltük, hogy a végén válaszolok. Nem bánom, hogyha kérdeztek, megmondom őszintén. Úgyis supportos vagyok, azon szoktunk poénkodni a magyar Fujifilm fotósok csoportjába, hogy szinte naponta megkeresnek ilyen jellegű kérdésekkel. Most az a kérdés, hogy szia, azt szeretném kérdezni, hogyha videófelvétel közben van valami olyan téma, amiről szeretnék egy fotót is készíteni, arra van-e valami instant lehetőség? Nincs. Fujinál nincs. Ja, ez még egy régebbi. Aha. Oké, elnéztem. Szóval Fujinál nincsen ilyen lehetőség. Nem értem miért, mikor majd egy Nikon Z volt a kezemben, ott volt, furcsállottam is, hogy külön reggom volt, tehát amivel elindítottam a videófelvételt. Fujinál nincs. Lehetne egyébként, nem tudom milyen gombra, mivel az Expo gombbal indítjuk a videót is, és az XT4-jel abszolút abba az irányba indultunk el, hogy teljesen külön vettük a menürendszert a mozgóképre és az állóképre, tehát minden abba az irányba mutat, hogy teljesen külön van véve, hogyha mozgóképezni akarsz, akkor mozgóképezel, ha állóképezni, akkor állóképezel. Nem tudom, hogy ez a jó iránya, de úgy tűnik ebbe az irányba indultunk most el. Nem tudunk mozgókép készítés közben fotót csinálni. Én legalábbis nem hiszem, hogy van rá mód, én még nem tudtam. Nagyon sok esetben egyébként más eszköznél is úgy történik, hogyha ilyenkor készíted a képet, akkor a videónak a 16:9-ébe is felbontásába lő egy képet, akkor meg teljesen mindegy, hogyha kiollózom majd a videóban, ugyanott vagyok. Egy másik géppel jött a válasz. Igen, úgy meg lehet oldani. Igen. Sajnos ez nem működik így. Technikai információkat még nem sok mindent mondtam az XT4-ről. Esetleg még azt elmondhatom, hogy miért szoktam gimbalozni az XT3-mal, ha még a videónál maradunk. És közben lapozgatok egy-két koncertképen. Itt van egy XT3-as is. Azért szoktam gimbalozni az XT3-mal, mert ott nem kell a beépített képstabi, és mert még ott a Fuji jobb oldal felülre rakta a mini jack csatlakozót, amivel a gimbal sokkal jobban el lehet érni, mivel jobb oldalt van majdnem minden gimbalnak a csatlakozója, amit be kell dugnod, és nem balról áthurkolni, alul átvezetni körbe. Na mindegy, megoldható úgy is nyilván, de egy sokkal egyszerűbb, és ezt imádom, hogy az XT3-on még így volt, egyszerűen bedugom a kis kábelt, összerakom, és akkor megy, és igazából a képstabilra nincs szükség, képminőségbe, videóba ugyanaz az XT4 és az XT3 HDR 400-at nézünk 4K50p-nél, és teljesen jó. A másik, amit kevésbé szeretek az XT4-be, de ez nyilván egyedi feature, viszont ezt millióan szóvá tették, az ez. Tudom, hogy a videósok szeretik, de annyival egyszerűbb, mikor eseményt fotózol, csak ennyivel elintézni, és akkor már alulról tudsz fotózni, vagy ennyivel elintézni, és akkor a fejed felől már megfotóztad a dolgot, mint itt origámizni. Nyilván megszokható, nyilván ha valaki főleg videózik, akkor árakja a gimbalra és kihajtja, akkor így jó. Engem inkább zavar. Azt hittem, hogy hamarabb meg fogom szokni, nem igazán szeretem továbbra sem.
mindegy, ez egyéni dolog. Még Lajos mondta régebben, Kalmár Lajos, vele beszélgettem, hogy ez a része tök jó, hogy befordítod és megvéded, és akkor megóvod az LCD-t. Ezt is elfogadom, soha nem volt nálam még ilyen állásban. Na, mutatok egy pár képet. Tegyem ki, teljes felbontásban az volt, hogy egy másik géppel lefotózod a másik gép LCD-jét, még az előző kérdésre volt a válasz. Oké, ezt eltüntetem. Azt, hogy hogyan teszem ki full screenbe, azt mindjárt megnézem. De nem szeretném kirakni, mert így jobban tudom mutatni, és gyorsabban, és nem akarom az összes képet mutatni, mert már így is annyit dumáltam, hogy bőven elég. De ezeknek a nagy része, amiket most itt villámban mutatok, ezeknek a nagy része, sőt mindegyik jépeg, és minimális utómunkával. A fekete-fehéreken esetleg nyilván kicsit erősebb is lehet, de ezek ilyen 2018-19 körüli fesztiválfotók, és 17-18-ba kezdtem igazából ezt a fesztiválfotózós dolgot, sajnos 20-ban most le is állt ez a dolog, és tök fura volt az ottani, ez Korda Gyuri bácsi vár a koncert előtt, tök fura volt az ottani fotósoknál, illetve nem nekem volt, nekik volt fura beleütközni abba, hogy mindenki rohan fel, és a bázison utómunkázza a ravokat, és csodálkoznak, hogy bedugom a kártyát, felmásolom a jépeget, leválogatom azt a 15 képet, amit abban az órában úgy gondoltam, hogy jó, és akkor puf, kész van, és akkor hát most akkor én mit csinálok? Hát klasszik ROM, DR200, AVB eltolva picit a meleg felé, így dolgozom évek óta, és ez koncertképeknél szerintem annyira jól működik, hogy én nem is akarok másképp dolgozni. Nyilván tudnék, mert nagyon sokáig variáltam a ravokkal, de koncerteknél meg aztán abszolút az van. Na róla. Például ez egy klasszik romkép, teljesen látszik rajta a barnán, sötétebb a bőrszíne, mint nekünk, egy kicsit, de akkor is látszik, tehát ezek egy kicsit ilyen, nem is tudom magyarul, hogy mondjam, ilyen punchier, kicsit diásabb színvilág, és mégis tök jól néz ki. Ezen most miért kellett volna autómunkáznom, annyit tök felesleges. Egyszerűen leadható volt. Itt is a vöröseket tök jól kezeli a klasszikrom. Ugye megnézem közbe csetben, mit írtok. Milyen a T4 régebbi objektívekkel? Hát az 56-1-2 és a 35x1-4, ami a kérdésben van, annál már túl sokat nem tud javulni. Nyilván akkor van gond, főleg az 56x1-2-nél, hogyha ő elmegy vadászni. Hogyha nem találja meg a témát, és akkor elmegy teljesen a végállásig, és onnan vissza kell jönnie, akkor lemaradtál a pillanatról. Akármilyen gépre raktad. Az teljesen mindegy, milyen autofókusz rendszer van alatta, és ezen nem tud semmi javítani. Majd update-re szorul, én már nagyjából megtanultam együtt élni vele, aztán 7 éve használom az 56x1-2-t, és nagyon-nagyon szeretem. Hogyha csak egyszerűen nagyjából képben van az objektív, illetve képben vagy te, hogy fog reagálni, és csak így rá kell húznia egy kisebb távon, akkor borzasztóan gyors szerintem. A mai nap teljesen használható. Icipici gyorsabb, mint mondjuk a, mit tudom én, XK2-n, XT3-on. XT2-nél is az volt inkább a gyengesége, hogy az XT2-n még nem voltak a szélső autofókuszpontok, PDAF pontok. Tehát, hogyha nem PDAF-be kell működni, ezt hozzáteszem, akkor vége van. Akkor annyira lassú, hogy azt se tudja, merre van szegényként. A 35x1-4 egy fokkal jobb ennél egyébként, az egy kicsit gyorsabban ráharap akkor is, hogyha nem tudja, mi van, illetve kicsit kacifántosabb a téma. De alapvetően ezeknél az objektíveknél már az objektív a gyenge láncszem, tehát a szerkezeti felépítésen nem képesek igazán gyorsabban működni annál, amit tudnak. Ott van egy 23x2 mellette, mondjuk nekem az bármikor kuk, kész, puk, szevasz, megnyomtam a gombot, kész van a kép, akármilyen helyzetben. Nyilván nincs olyan karakterem, mint a 16x1-4-ek, amit borzasztóan szeretek, de ha gyorsnak kell lenni, mit tudom én, gratuláció, vagy esküvő fotózásnál, vagy bármi ilyesmi, akkor szeretem, ha az van nálam, mert akkor elkapom a pillanatot. Azt mondja, hogy még egy picit visszalapozok, mert most jönnek a kérdések, és megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Sipos Zoltán, miért cserélték meg a
T4-ben T3-hoz képest a csatlakozó ajtók levehetőségét. Igen, azt sem szeretem. A T3-ban itt vagy. Volt egy rettentően jó megoldás. Leveszem egy kicsit a screen sharinget, ha nem bánjátok. Tehát volt egy rettentően jó megoldás arra, hogy mindenhez hozzáférünk, egy kemény fix ajtó volt. Egyébként az XT1 óta egy ilyen kemény és fix ajtó volt a baloldali csatlakozóknál, és az XT3-nál levehető lett. Ez azért rettentően király, mert ott van egy csomó csatlakozó, ami videónál jó, és ha ez nincs rajta, akkor nem fityeg, nem zajol, nem csinál semmit, meg könnyen hozzáférhetőek. Ez egy nagyon jó dolog volt, nagyon szerettem. Nem mondom, hogy sokszor levettem egyébként az ajtót, mert nálam a videózásnál, meg a fotózásnál is egyfajta arszpolitika, hogy minél könnyebb és egyszerűbb legyen a cuccom, tehát ezért nincs cage-be csomagolva az XT4, meg ilyesmi. Egyszer kipróbálom. Na, vissza a témához. XT4-nél pedig ugyanez ilyen kis lityegő, fityegő, ilyen kis tingilingi ajtó, amit igazából nem szeretek. Bedugsz valamit, és akkor, ha mozogsz, akkor itt fityeg, lityeg. Nem tudom, hogy miért cserélték le. Gyanítom, hogy miért nyúltak egyáltalán a két oldalához, miért kellett hozzányúlni. Tehát eleve ott kezdődik, hogy ennek másabb, egymás felett vannak az SD kártya olvasó részek, míg az XT3-nál egymás mellett volt kicsit eltolva. Nyilván a képstabilizátor miatt nem nagyon lehet már előre menni, az azért helyet kívánt. Ha meg egymás felé rakjuk, akkor már nem fér el az a csatlakozó, amit én nagyon szerettem a másiknál. Tehát ha már az nem fér el, átrakták ide, ha már át kellett rakni, akkor azt nem tudom, hogy miért ilyen lett, lehetett volna szerintem egy ajtó, amit kinyitunk és le lehet szedni, ezzel szemben lett itt egy SD kártya, amit kinyitunk és le lehet szedni, aminek viszont értelmét abszolút nem látom, hogy az SD kártyát miért szedjem le. Videórögzítés közben nem szedem ki az SD kártyát, mert akkor oda az anyag. Ha vége a videónak, akkor hozzáférek igazából, vagy ha nem férek hozzá, annyira szűk a hely, akkor eleve nem tudom kivenni az SD kártyát. Nem tudom, ez ilyen lett. Gyanítom, hogy egyébként az XT3-at a Tokiói Olimpia miatt egy icipicit bizonyos szinten kapkodva dobták össze Fujiék. Nem azt mondom, hogy rossz, sőt, nagyon jó gép, csak vannak ilyen apró részek, amit nem feltétlenül értek rajta. Aztán végül ugye az olimpia most csúszott, de ezt érzem a gép egyes megoldásain, hogy lehet, hogy egy picit át lehetett volna ezt a baloldali dolgot is gondolni, lehet, hogy nem feltétlenül kellett volna ez a kijelző, főleg, hogyha a GFX 100-esnek is a másik kijelző, az az XT3 féle kijelzője lett. Tudom, hogy ez videóra optimalizáltabb gép, de nem tudom. Nem tudok igazából olyat mondani, hogy most nagyon megmondjam, mert ez mindegyik szubjektív téma. Lehet, hogy közületek valaki épp azt mondja, hogy tök jó, hogy így lett, mert így el van szeparálva, nem kell mindent kinyitni, nem porosodik. Annyira különbözőek vagyunk, annyira különböző igényekkel, hogy nem tud mindenkinek megfelelni. Én csak a saját igényeimet tudom nektek elmondani, és olvasok tovább. Azt mondja, hogy nagyon szeretem a Fuji gépeit, elég régóta használom is őket, viszont van egy számomra furcsa jelenség, amit az eddig általam használt összes gépnél tapasztaltam. Ha teljesen ki van kapcsolva, akkor is gyárilag ráraknak egy kikapcsolhatatlan zajszűrőt. Ravnál ugyanígy megjelenik. Nem tudom, milyen zajszűrőre gondolsz. Van egy ilyen szemcsés jellege az X-Trans gépek képének. És nem nálam is le van véve -4-re a zajszűrés teljesen, és nem tudom, hogy zajnak hívja. Van egy ilyen luma-noise-szerű, tehát egy világosság, de hülyén hangzik magyarul, szóval van a színzaj és a világosság zaj, aminek nem tudom, hogy ez a neve magyarul, mindegy, az a lényeg, hogy nem színzaj van rajta, tehát nem színes konfettik, mint mondjuk egy régebbi tükörreflexes gép képein, hanem olyan filmes zaja van, és szemcsék, talán ez a jó szó. Nem feltétlenül szereti mindenki, elég nehéz kihozni zajmentes képet a Fuji gépekből. Az XT3 féle érzékelőné változott ez meg talán egy kicsit, amit ha ISO 160-ba alapérzékenységre raksz, illetve ha belefér a dinamikádba felülről, hogy ISO 80-ba lőj, tehát egy stoppot eldobj felülről a dinamikából, akkor szép zajmentes képet tudhat, mondjuk főleg RAV-ból.
Igen, felette viszont mindig van egy alap, ilyen kis szemcséje, amit én egyébként rettentő módon szeretek, sőt, még szoktam is rátolni, de nem tudom, hogy mi az, amit keresel, és hogy tudnád kikapcsolni. Van egy kis zaja. Mutathatsz képet, de nem tudom, hogy mennyire fogjuk itt látni. Közben Szabi, érzelmi alapon mi az, ami megfogott az XT3-hoz képest? Semmi. Mondtam is, hogy ez a T1, T2, T3, T4 széria nálam abszolút munkagép. Tehát nem úgy tekintek rá, mint mondjuk, mikor nálam volt a Mate X Pro 2, hogy úristen, ez egy ékszer, ez egy fantasztikus volt megfogni abba az egy-két hétbe is dolgozni vele. De én úgy tekintek ezekre a dolgokra, hogy munkaeszközök. És a T2, T3, T4 volt az, amivel az adott munkát számomra legjobban meg tudtam oldani, tehát különösebb érzelmi kötődésem nincsen hozzájuk. Vagy például, még azt a videót megmutatom, ha már Szabi tette fel azt a kérdést, amikor az X100V-t próbáltuk ki, illetve Szabi próbáltuk ki, de nyilván én is agyon fogdostam, akkor az is olyan volt, hogy az nagyon kéne, az teljesen más. Tehát az nyilván, mikor belegondolok, nincs benne stabi, hogy vágóképezzek, nem tud 4K50p-t, hogy jó videózzak vele, nincs benne két kártyaszlot, hogy eseményfotózásra nyugodtan el tudnék vele menni. Tehát az csak érzelmi alapon fogott meg. Ha logikusan végig gondoltam, nem kell X100V, és évek óta küzdök, hogy nem kell X100V, illetve az előtt X100F, de nagyon szeretni való gépek egyébként. A T1, T2, T3, T4-nek kevésbé éreztem. Ők úgy néznek ki, mint egy jó régi Contax filmes gép, amiket jó használni, és kézre esik az összes gombja, és ilyen jó kis munkagépek, de ezt én kevésbé szerettem. Már is megmutatom a Szabis videót, hogyha nem bánjátok, azt megkeresem még, jó? És azt még talán teljes nézetbe is kirakom. Pam, 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 pam. Keresem már is. Blackfoot Fesztivál. Az egyébként egy jó fesztivál volt, Szabi. XV mindenkinek kell. Egyetértek. Na, én amondó vagyok egyébként, nyugodtan becsatlakozhatna mindenki arccal, hanggal, akármivel, és talán hatékonyabban tudunk válaszolni, illetve beszélgetni, hogyha mindenki elmondja, és nem kell mindent felolvasnom. Mit szóltok hozzá? Aha, senki nem csatlakozik be, akkor beszélek tovább. Oké. Okay. Megjött Máté! Na, közben nézem, hogy mit nem mutattam még esetleg, és mi az, amit mutathatnék még.
egy-két esküvői fotót közben, jó? Csak úgy adhok jelleggel, hogy szintén ilyen full JPEG-szerű, minimális utómunkás. Jani, fel ne olvasd, amit most írtam, mert baromi hosszú. Jó, oké, rendben. Tehát ezeknél a képeknél is jó, ebben van talán kicsit több utómunka a Bálintékban, mert volt ott egy pocsolya lent, amit kiszedtem, de ez például lesz full JPEG, ehhez hozzá se nyúltam. Ennél szintén nem sok mindent kellett variálnom. Túl sok esküvői képet nem hoztam szerintem, mert minek. Tehát annyi mindent mutogattam eddig is, hogy ezek tájképek, de igazság szerint ezeket csak azért raktam be, mert ezek ilyen elmosott, sehol nem éles, bemozdult, ilyen kicsit ilyen számomra impressionista dolgok. De szerintem leszedem a képernyő megosztást, és akkor dumáljunk szerintem. Ó, oké, Máté válaszolt, azt nem olvasom fel. Na, támadjatok! Esetleg János, még tudom, hogy nagyon sok épületfotót is készítesz, abból is hoztál esetleg erre az előadásra? Videót szoktam. Videót. De csak videózol akkor. Gyurival, a Palkó Gyurival szoktam együtt dolgozni, és ő fotóz. Tehát én nem nagyon... Hát ő csinálja a fotót, én videózom, úgy dolgozunk egymás mellett. Rendben. Fotó nem jellemző, és ne is kérj, mert nem raktam egyet se oda, van egy pár azért. Jó, ne arra úgy nem akartalak. Dehogy is, nyugodtan, közben, hogy te Szabin röhögök, mert megkérdezte, hogy tapasztalatod szerint több koszorús lány fut-e utánad, mint a T3-mal. Nem, öreg vagyok, én már hoz meg kopasz, nem futkározik utánam senki. Köszi, valószínű ez lesz akkor. Ja, hogy a Máté válasz. Aha, capture van. Na jó, ebbe bele se akarok menni. Azt nézem, hogy még esetleg mit tudok mutatni nektek, mert még nem záporoznak személyesen a kérdések. Nézzünk egy pár videót még közben? Jó, oké, megbeszéltem magammal. Nyugodtan mutassál még egy pár videót nekünk. Oké. És addig, ha chat kérdés van, akkor válaszolunk. Ha csak fotózásra használom, a T4 megéri szerinted a kb. 50%-os felárat a T3-hoz képest? Hát ez egy jó kérdés egyébként. Próbáld ki. Mármint úgy értem, hogy valahol fogdosd meg, próbáld ki. Nem mondom, hogy olyan sok mindenben különbözik, meg igazság szerint akkor derül ki, hogy használod. Az árszerkezete például, azt elfelejtettem mondani, hogy sokkal szebben, finomabban, halkabban jár, és az nagyon jó esemény fotózásnál egyébként. Akármennyire is védem a T3-at, azért a T4 még az X1-nél is jobb ebbe, pedig az X1 is nagyon volt. Nagyon jó volt, bocsánat, csak közben már próbálom itt. Átmutatok valamit, ami ugyan túlefektelt, mert nem így adtam át annak idején, de ebbe elég ütős snittek vannak még, fujisok mind, illetve ami drónos, az nyilván nem. We'll be right back.
kérdéset. Szabi. Feleséged mondta, hogy meg kell kérdeznem, de miért nem teszed fel a kérdést élőbe, Szabi? Van új videó, amin most dolgozol például, és ehhez kapcsolódóan bármilyen videót készíthetnék korlátlan időben, akkor miket készítenék? Miket készítenék végre egy jó videóklipet, mert még egy jó videóklipet nem csináltam. Valami nagyon-nagyon akrosz, nagyon sötét hangulatú, beteg, nem tudok szebb szót rá, klipet szeretnék egyszer készíteni, de az már nagyon régóta. Mit mutassak még nektek? Van itt annyi videó egyébként, azt se tudja, mit mutassak. Mindenütt jó, de nézzük meg azt. Visszatértem. Klasszik meg a milyen. Igen. Legalább egy évig sírtam utána, hogy mennyire kell a klasszik negatív, és miért nem kapta meg a T3. Most is bánom egyébként, hogy miért nem kapta meg a T3. Egy tök jó, de munkára szerintem korlátozottan használható profil. Filmszimulációs mód, hogy pontosabban fogalmazzak. Szerethető tényleg, van olyan helyzet, amikor abba fotóztam én is, de a klasszikrom, az egy nagyon régi filmszín a Fujinál, és az még mindig a kedvencem, abszolút. Esetleg, ha az objektívekről beszélnél, hogy milyen objektíveket használsz ezekhez a videós munkákhoz, azokat milyen módba, jó. Autofókusz, manuál fókusz, melyiket hogy szereted használni, ugye itt a régebbi objektívekre már rákérdeztek, de gondolom azért a modern, újabb objektíveket is használod. Tök jó, hogy feltetted ezt a kérdést, mert nekem annyira triviálisnak tűnnek ezek, hogy így használom és kész, de például teljesen más szoktam fotóra és videóra használni. Fotóra nagyon ritkán használok zoomot, nagyon ritkán használom mondjuk a 10-24-et, míg mondjuk videón gimbalon az az alapobjektívem. A 10-24 nagyon sokszor a vágóképeket egy 18-55-ös kittel szoktam, sőt, van olyan építkezésnél, hogy a kezemben van a gimbal, rajta van az X-T3 a 10-24-jel, az oldalamon csüng az X-T4 a 18-55-te, és még a farzsebbe befér a 35-4, és ennyivel tökre el vagyok, és semmi másra nincs szükségem, nem kell, hogy a hátizsákba izzadjon a hátam, semmi ilyesmi, pakolászni, lerakni a porba, stb., hanem ott van minden kéznél. Fura egyébként, hogy mondjuk a 23x2-t hiába gyors, soha nem használom videóra. Ez valószínűleg azért lehet, mert a videó
ezek a videók, amiket mutatok, azoknak a nagy része olyan, hogy nem igényli a nagyon gyors autofókuszt. Nagyon sok esetben nem is használok mondjuk ezeknél az építészeti jellegű videóknál autofókuszt. Manuál fókusz, oda nyomok olyankor az AF log gombra, az minden Fujinál olyankor beindítja az autofókuszt, az zöld becsippan és kész, onnantól kezdve megvan az élesség. Mivel a 10-24 van a gimbalon, az kvázi mindig éles, nyilván vannak olyan esetek, amikor nem, de egyéb esetekben se annyira kritikus. Egyébként játszani kell, ha mégis kellene, akkor a videónál nagyon-nagyon számít, és objektív függő is, hogy milyen gyorsra állítjuk a autofókusz sebességet. Azt hiszem plusz-minusz 5-ös skálán lehet, pluszba soha nem toltam még el, nullán is eléggé. Már mondtam is az előadás elején, hogy az X-T4 így igyekezni próbál mindig nagyon-nagyon gyorsnak lenni. Én azt általában a videónál igyekszem lelassítani. Nyilván attól is függ, hogy milyen messzi van a céltárgy, mekkorát kell átéleznie, akkor picit gyorsabban kell dolgozni, látszik, mennyit szoktam szelfizni. És variálni kell az AF sebességen. Fotónál általában 23x2, 56x1-2 van az oldalamon, két gép csüng, ilyen bőr hevederen és kész, vagy ha nem ez, akkor a 16x1-4 és 35x1-4 is. Ez a kettő nekem úgy, ez a két fixes beállást nagyon, nagyon, nagyon bevált a fal zsebembe, de beledobok még egy pótaksit az XT3-hoz, és nem is kell a táskát vinnem igazából, valahova lerakom hátra, és majd 3 óra múlva értem egyek, nem igazán érdekel. Tehát fotónál meg videónál is arra törekszem, hogy minél kevesebb súly csüngjön rajtam, minél kisebb cuccal menjek. És ez bevált. Közben nézem, hogy írta valaki valamit, de nem. Most nemrég került hozzám egy régi 55-200, úgy értem a régit, hogy az még egy első generáció zoom, ami szintén egy tök jó objektív, meg teljesen jól működik. Most volt egy olyan, az atlétikai csarnokban dolgoztunk, ahol tök jó jött, hogy ez éppen dolgozó munkásokról tudtam közelképet készíteni. Van egyébként egy 52-30-am is, amit már nagyon sok éve használok. Az 55-200 az egy jobban megépített objektív, de ha azt kellene mondanom, hogy kültérre, mit tudom én nyaralni, vagy ilyesmire, mit vigyen az ember, az 52-30-at mondanám. Sokkal könnyebb, kisebb, a hátizsákba is belefér még állítva, az 55-200 már nem, tök fura képeken nem tűnik sokkal nagyobbnak, élőben mégis nagyobb, nehezebb. És igen, a 6-7-es fényerő az, hogyha bármikor beltérbe vagy kevés fénybe kell menni, az borzasztóan kevés, viszont ez egy nagyon olcsó objektív is. Ahhoz képest nagyon-nagyon jó képe van. Full műanyag, még a bajonett csatlakozója is műanyag, de nagyon-nagyon szeretem a képét. Igazság szerint nagyon sok helyen volt már velem, és az tényleg egy nagyon jó objektív szerintem. Nyilván az 55-200 is hozzáteszem, de jóval többe kerül. A 18-55-öt ezt, a 18-55-16-50 kitobinál nem feltétlenül tudom ezt elmondani, mert 18-55-et sokat használom videóra, és ott azért a 2-8 vége az jó jön beltérbe is, és tök jó használható. Igen. Közben itt jött egy másik kérdés Berec Sándortól, igen? Hogy T-szériás gépek megjelölt obikkal, időjárás állóságával kapcsolatban van-e tapasztalatod kinhagyni mondjuk a viharban, vagy belejteni a tóban? Tóba ilyen jellegű tapasztalatod van-e víz és időjárás állóság kapcsán? A tavat azt nem bírja. Abban biztos vagyok, hogy a tavat nem bírja, nem is arra való. Igen, ez csak az időjárás állóság, a VR jelölés. Igazság szerint nagyon sok olyan helyzetben timelapse-eztem már, mondjuk a 10-24-en, mielőtt mondanék valamit, ami nem VR. És soha nem volt ilyesmi. Egész beászhat mindjárt egyébként, de egész egyszerűen, hogyha nem kezded el az esőbe a zoomgyűrűt tekergetni, hogy beszívja a vizet, akkor elég nagy művészet kell ahhoz. Nyilván egy nagy viharban nem hagynám kint egyébként, akkor már eleve beszedem a cuccot, mert minek hagyjam kint. Jó, van, aki vihart fotóz, annak nem tudom, hogy mit ajánljak igazából, hogy a VR bírja, vagy nem bírja. Máté ebbe okosabb. Én azt mondom, hogy... Van egy jó XP-140-ünk. Pontosan erről van. Az bírja. Én azért ott nem hagynám ki. De mikor van egy ilyen kisebb eső, és mondjuk éppen egy timeless videót készítek, akkor lelkiismeret furdalás nélkül évek óta ott hagyom a gépet, és semmi baja nincsen. Nagyon akár jó, olyan... hogy... Igen? Bocsánat, nagyon jó, hogy megemlítetted a timelapse-et, és láttuk is a videóidban, hogy több timelapse felvétel aha. is van.
A Fujinál valamiért kimaradt az a funkció, hogy összefűzze a timelapse-eket. De jó, hogy mondod. Én is Fuji felhasználó vagyok, és ezt én nagyon hiányolom a Fujikból. Neked erről mi a véleményed? Pontosan az, ami neked, hogy borzasztóan hiányzik. Nagyon sokszor gyorsítaná a munkán. Tehát most igen. Egy, mindegy, kimondom, Z5, Z6, Z7 is van, szokott lenni mellettünk, és az összerakja a 4K videót is. Nem az van, hogy amikor jövünk haza az autóba én, akkor az anyósülésem még felmásolom azt az 1200 JPEG-et, és próbálom összefűzni, azzal elmegy másfél óra, hanem nyilván egyébként jobb a minősége, hogyha én fűzöm össze, mert bele lehet kroppolni, meg 6K-s lesz, meg mit tudom én, de nagyon sok esetben tök jó lenne, hogyha összefűzné, és egy jó 4K 25-30, mit tudom én, P-t kidobna magából, és ez zseniálisan működne. Nem értem. Miért nem tudja, valószínűleg majd szép lassan lecsorog ez is. Főleg, hogy már az XT4-be, az XT3 után, a T3-as csak kapta meg, kapott egy olyan funkciót, ami nem fog most eszembe jutni, mi a neve, Exposure Smoothing, vagy valami ilyesmi, ami arra figyel timelapse-nél, hogy a nagyon nagy eltérések vannak az expók között, akkor ne ugrálva kövesse le, hanem szépen megpróbálja ívesen lekövetni, hogy ne ugráljon annyira a kép. Ez tök jól működik egyébként, ezt kipróbáltam, és ez nagyon jó, hogy benne van. Tényleg az kellene, hogy összerakja a videókat. Ja, azt hiányzik. Igen. Hogyha még esetleg van valakinek kérdése, vagy... Ja, még... Ja, nem, ez ugyanaz nem, a kérdés. Azóta újabb kérdés nem jött, de akkor bátran... Az optikára azért visszatérnék a Jánosnál, hogy a munkafolyamatban van-e esetleg olyan optika, ami mondjuk hiányzik a te workflow-ban, akár a fotózásra vonatkozóan, akár a videóban, és hogyha igen, akkor mi az? És amire adott esetben még szükség lenne? Hát az X-szériánál nem nagyon. Nekem nem hiányzik annyira. Ha valaki nagyon régóta ismer a régóta, azt úgy kell érteni, hogy mit tudom én 2000-es évek eleje, közepe, tájékáról, indexfórum, stb. De ilyesmi. Legalábbis a Fuji csoport létezése óta. Ezt akarom kihozni előtte, hogy én előtte fél évenként ugráltam objektíveket, gépeket, stb. Cseréltem. Ez a setup, amit használok, ez évek óta így van. A 23x2-t vettem meg, egyszerűen csak azért meg kellett egy olyan objektív, ami mindig így harap, és mindig elkapjam vele, amit kell. Nem igazán. Hogyha GFX-eznék és épületfotóznék, nagyon-nagyon, és még nagyon-nagyon kellene két tilt-shift objektív, és ez tényleg nagyon kellene. Ez nagyon egész kellene. Rendszerre vonatkozóan sajnos. Nagyon. Az X-nél annyira nem hiányzik, mert azért az APS-C, illetve 26 megapixel az épületfotósoknál annyira nem nyerő, nem azért, mert kicsi a szenzor, meg mit tudom én, hanem mert ott van már a GFX100 alternatíva, ami borzasztóan jól működik, és nagyon jól lehet kroppolni, és ott van. Csak egyszerűen annyira igényes az objektívek felől, hogy mondjuk egy Canon 17-es se tudja szépen kirajzolni taknyom rajta. Tehát nagyon szükség lenne natív tilt-shiftekre a GFX vonalon. Az X vonalon nekem nincs hiányérzetem, megmondom őszintén, tényleg, most ha csengetne a Mikulás és azt mondaná, hogy itt van egy F2-es zoom, ami mit tudom én 35-től 85-ig elmegy és használom-e, akkor is valószínűleg rájönnék, hogy akkora mérettel járna, hogy azt mondanám, hogy nem, köszi, mert így járnék, lehúzná a fél oldalamat 16 órán keresztül, vagy 12 órán, vagy akárhány órán keresztül, úgyhogy nem. Inkább úgy vagyok vele, hogy két fixel. Egyébként ezért van az 56x1-2-m is, mert az 50x1-et azt nagynak találom. Nagyon-nagyon jó objektív, sokkal gyorsabb, kicsit jobb a képe, sokkal drágább, de nagynak találom, nagy. Tehát az, nekem a 90x2 is nagy. Az is volt nálam, használtam egy ideig. Az 56 az 1-2-es objektívhez képest nagyon-nagyon szeretem. Tehát ez van az egyik gépen, mondjuk akár a 16x1-4 a másikon, és azok élhető cuccok, és annyira fényerősek, hogy mondjuk az eseményfotózások 95%-ánál nem tartom szükségesnek, hogy bármit is vakúzzak. Amúgy sem vagyok mondjuk oda a vakúért, és nagyon ritkán szoktam használni. Nem feltétlenül hiányosság ez, mert ha nagyon kell, meg tudom csinálni. Vannak vakúim, csak eseményfotózásnál nem szeretek semennyire se beleszólni. Akár azzal se, hogy strobit játszogott. Ha már esemény és esküvő is nem szeretsz fokúzni, mennyire gyűrhető T4 izóban? Mi a tapasztalat vele? Hát, mint a T3. Most tudom, én 4000-ig én bármikor eltekerem, 6004-ig is. Valaki azt mondja, hogy már 2000-nél zajos. Tehát látod, hogy igen, arra vagyok, hogy nálad is mi a lélektani határ.
Nincs. Nincs. Nincs lélektani határ. Nincsen. Azért egy 1-4-es, 1-2-es objektívnél ritkán kell 6400 fölé menni. Akármennyire. Ha már annyira dzsunkafények vannak, akkor már nem beszélhetünk fényekről. Akkor már tényleg be fel kell rakni az állványt, meg a vakut, és azzal kell dolgozni. Csak nyitódik az ajtó. Közben oda néztem, bocsánat. Na, kérdezzetek, kérdezzetek. Haller Szabolcsnak jött a kérdése, hogy lesz-e Marozsán-féle workshop? Szívesen látnék egy videós workshopot. Persze, rengeteg pálinkával, és mindenki be fog rúgni, és rettentő jól fogjuk érezni magunkat 3 napig. Valami ilyesmi a terv szerintem, ha rólam van szó. Fuji almából főztem pálinkát, ezt tudja Fuji sok nagyjából. Ott van Máténál, igen, és azt előszeretettel szoktam fogyasztani amúgy is, bár már nincs ilyen sok mellék, sokat elosztogattam, hála Istennek. És lehet, hogy ott jobban tudnék beszélni, mint most, főleg ha iszom pálinkát, akkor aztán biztos. De nem tudom, hogy hirtelen milyen workshopot tudnék tartani. Annyira szerteágazó, és annyira örülök egyébként, hogy bele-beleszóltok, hogy sok minden, annyira sok mindent fotózok és videózom, hogy nem jutnak eszembe ilyen triviális dolgok, mint amiben vele kérdeztek, hogy milyen objektívet használok. Hát mit tudom én? Belenyúlok a táskába, és ott van. Hát évek óta azt használom, nem tudom, gőzöm nincs. Mégis mi az, ami a szívedhez a legközelebb áll? Tehát mi az, amit szívesen fotózol és videózol? Azt szoktam mondani, hogy az a titka, hogy nem égek ki egy stílusban, bármilyen hülyén hangozzon is ez, mondjuk az esküvőfotózásban az, hogy 1000 más dolgot csinálok mellette. Tehát, hogyha csak azt csinálnám, akkor már rég besokaltam volna, és így állnék hozzá, hogy nem, már megint egy esküvő. De így, hogy mit tudom én, idén sincs sok esküvőm, szerintem max. 5-6 lesz, nincsen több egyszerűen, de van 1000 más munka. A kérdésedre válaszolva nem tudom. Tényleg nem tudom, mert valamikor jól esik, hogy elmegyek egy építkezésre, és csinálok egy frankó timelapse-et, valamikor jól esik, hogy elmegyek egy építkezésre, és hallom, hogy a munkások ízesen beszélnek, imádom. Valamikor jól esik egy esküvőn, amikor az anyuka a mennyasszonyt búcsúztatja, és akkor elbújok a gép mögé, és pityeregni, mint egy puja. 1000 jó dolog van ebbe, és nem tudok egyet kiemelni, ha megőrülök se tényleg. Rendben, rendben, köszönjük. Lesz-e még ilyen idő előadás? Biztos lesz, csak akkor talán többet alszom előtte. Ja. Nem éreztük az alvás hiányát. Másfél órát aludtam meg, most délután próbáltam, mert nagyon sűrű volt az éjszaka sajnos, de igyekeztem beszélni, ha más nem hülyeségeket. Nem. Valaki valamit még kérdezni? Szívesen válaszolok bármire is. Ez amiért szóltatok, hogy ne pörgessem, ez nálam egy... nem azért van, mert ideges vagyok, ezt már egy pár ismerősömnek megmutattam. Amikor gondolkodom és utómunkázom, és akármit csinálok a gép előtt, akkor a család röhög rajta már időnként, mert így szoktam, mikor elmélázok, akkor pörgetem ezt a hülyeséget, kb. 3-6 hónap egy ilyen füles és elhasználódik, és akkor rendszerint oda csapom a szemüvegemhez, kattan egyet, és akkor azon röhögnek. Na mindegy, nem azért csavartam, mert mit tudom, én nagyon ideges voltam, hanem állandóan ezt csinálom. Egyébként most is csak nem látjátok, bent van. Rendben, rendben. Folyamatosan ezt a hülyeséget csavargatom, mikor dolgozom. Na, srácok, mutassak valamit, kérdeztek, mi legyen. Marosi Peti még meg se jelent, pedig vártam, hogy jöjjön. Pedig ő itt van. Itt van, látom, itt csak van. Csendben. De még kérdezni nem kérdezett. Nem, nem. Úgyhogy bátorítjuk Pétert, hogy kérdezzen, vagy egészítse ki esetleg az előadást. Szabolcs kérdez, Haller barátom kérdez, Szabi. Mit várnék a következő XT géptől? Hát folytassák a jó hagyományokat, igen. Mit kérdeztél, vagy mit szerettél nem, volna? Nem, hogy ez egy kiváló kérdés, hogy igen, hogy mondjuk egy következő XT szériás gépben mi az, amit te szívesen beletennél. Ez egy, tényleg egy remek kérdés, köszönjük Szabolcs. Szabi, köszi, hogy itt vagy. Erősebb processzor, egész egyszerűen ennyivel rövidre tudom zárni ezt. Nem biztos, hogy igazam van egyébként, de úgy érzem, hogy még mindig a Fujiéknál mindig azt érzem, hogy a processzor a gyenge pont. Tehát mindig az fogja vissza a dolgokat egy picit. Ha jól tudom, és elég sokat olvasgattam annak idején ezt a szenzort, amit csak a Fuji használt, most már a Pentax is megkapta ezt a 26 megapixeles APS-C szenzort. Ez a szenzor tudna akár 6K-t is kiadni magából.
24-25 FPS-sel, talán 30-ig is. Az szerintem egy következő gépnél teljesen jó lenne, ha nem ülne fel a Fuji erre a 8K vonatra, amiben most a többiek belementek, mert egy 43 vagy mit tudom én hány megapixeles gépnél nem tudom, hogy APS-C-nél milyen lesz az aj. De én nagyon szeretném egyébként, főleg ha ennél a XT4-5 jön, igen. Az XT5-nél az lenne, hogy mondjuk, ha megoldható, nyilván nem tőlem függ, de ez a szenzor maradjon, legyen egy olyan erős processzor, ami röhögve kiadja a 6K-t 24-25-30p-ig, és 5K-t, mert egyébként annyiba olvas ki 50-60p-ig. Az nekem tök jó lenne, mert akkor tudnék még egy picit kroppolni, tudnám használni, a képstabi az már benne van, a kijelzőt visszarakadnák a másik fajtára, de ha ez marad, nem örülnék neki. Értelem nem is tudom, mit mondjak még. Sokan azt mondanák valószínűleg, hogy legyen ilyen XH GFX-szerű markos fogása. Arra ott lesz szerintem az XH2. Engem nem zavar, megmondom őszintén. Tehát az XT-nek mindig volt egy ilyen fogása, hogy nem is tudom, hogy mutassam, hogy látsz, hogy nem így kell fognod, mint egy XH-t, hanem így kell fognod. És itt van a hüvelykújat tartja nagyjából. Tehát másképp kell fognod. Nem úgy fogod meg, mint egy markos gépet, nem is tudod úgy fogni sokáig. Valaki ezt nem szereti, engem egyáltalán nem zavar. Nem halok bele, hogyha olyan nagy markolat lesz rajta nyilván, de nincs rajta a kívánság listámon. Közben gondolkodom még, hogy mi az, amit. Akkor én még egy gyors kérdést feltennék. Bármit, nyugodtan. Ha már így a fogásról és processzorról beszéltél, ugye nagyon sok gépnél pont a túlpörgetett processzorok miatt probléma a túlmelegedés. Uh-huh. És ez főleg videónál jellemző, ugye, mivel te főleg videóra használod. Neked mik a tapasztalataid? Volt-e ilyen overheat problémád esetleg az XT4-jel? Nem, és még a 3-mal sem. És a 3-mal sem. Ez nagyon biztató. A négy még nem volt annyira gyűrve nálam, mert azért a 3-at a megjelenéstől használtam, és nagyon-nagyon sokat használtam. A 4 meg, mit tudom én, egy pár hónapja van nálam. És a 3-nál voltak olyanok, hogy ilyen elég hosszú interjúkat vettem fel. Igen, a fél órás limitet a Fuji is vegye ki, mert most már nem kell plusz fizetni utána, úgyhogy ezt nagyon szeretnénk. Az XT3-nál volt nagyon sok olyan interjú, ahol ilyen több órás interjúk voltak, és akkor mindig figyelni kellett, hogy mikor nem beszél, leállít. Több géppel volt, azt is leállít. És ott se volt túl melegedés. Tehát amikor 2,5-3 órákat kellett videózni, akkor sem melegedett túl. Nyilván nem napfénybe volt kint, hanem általában, ha kint is volt, nem közvetlenül dögmelegbe, vagy bent volt, de volt olyan, hogy a napfénybe timelapse-eztem is sokat, és akkor sem állt le soha egyik sem. Nem tudom, hogy mivel lehet jobban meggyűrni őket, vagy jobban használni, hogy lefagyjanak nekem, hála Istennek. Másfajta fagyásom már volt sajnos, tehát mikor ilyen fekete képernyő, se kép, se hang, az nálam minden gép összehozza, nem csak a Fuji, hanem a MacBook is, amiről írok meg, akármi le tud nálam fagyni sajnos. Karma, nem tudom. Nagyon sok jó és nagyon sok pozitív dolgot mondtál el a gépről. Van-e olyan, ami esetleg nem tetszik neked ebben a gépben? De ez ugye a te véleményed lesz, és ezt el is mondtad az előadásban, hogy, persze. hogy ez egy nagyon szubjektív dolog. Neked van-e olyan, amin szívesen változtatnál? Hát, amit mondtam, nekem még a gumírozás. A gumírozás, a kijelzőnek a mechanikája, hogy fel-le, az nekem még mindig jobban adna. A gumírozással egyébként morogtam most is elég sokat, de tökre együtt tudok élni, tehát így, hogy ott van mellette az XT3, nyilván hülye kifogás, de az van gimbalon, és nem tudom, jó lenne, hogyha mondjuk olyan lenne, mint a régi, és ki lehetne nyitni és leszedni adott esetben, hogy egy régre pakolva se fityegjen ott feleslegesen. Ez egy kicsit kevésbé átgondoltnak érzem, főleg, hogy az SD kártyaajtó meg a régi megoldás leszedhetően, úgyhogy azt annyira nem szeretem. Amit még mindig kevésbé szeretek, ezt most csak azért raktam rá, hogy legyen rajta valami, mert ez már az XT4-en hiába nem régóta van, meg már nincs meg. És hiába van ilyen lokkolható, meg minden, eltörött az alja, tehát ezeket a gumi dolgokat azt
kevésbé tartósak nálam. Az XH1 volt a legdurvább egyébként ebben a tekintetben, azon még nagyobb méretű, ívesebb gumikagyló van, ott volt olyan SU, hogy háromszor vagy négyszer esett le, és aztán végül el is hagytam, úgyhogy nem volt ertölve, tehát nem azért esett le, hanem egész egyszerűen kiáll, kicsit beleakad, ilyen bőrhevederen van, leengedett, beleakad az övedbe, puff, és akkor már beleakadt, és le is jön. Nem tudom ezen, hogy lehetne javítani, igazság szerint én úgy szoktam rajta javítani, megmutatom az XT3-on, hogy leszedem, és kész. És akkor nincs útban. Tudom, hogy nem a legszebb megoldás, de ez számomra egy kevésbé, nem tudom, jól átgondolt rész, illetve az XT1-nek volt a legkevésbé kiálló gumikagylója, és azt valószínűleg abból fogok kettőt venni, mert az csak egy pici kis karika, és az tök jó ráillik ezekre szerintem. Csak azért nem vettem még, mert még két karikánál is 14 ezer, és akkor jaj, tudod, az a skóténen beindul. Így van, az az SS méretű szemkagyló is. És abból fogok szerintem kettőt majd rendelni, mert azt például soha nem hagytam el. Pedig az XT1-em szintén sokáig volt, kétszer volt szervizben az ajtaja miatt, annál indult be ez a keményebb ajtó, amit hiányolok, de annál még olyan anyagból volt, ami idővel egy kicsit így kipúposodott, és kétszer is kicseréltettem, de egyébként az olyan. Viszont annak a szempedlóját soha nem hagytam el. Mi az, amit még szeretek, és mi az, amit nem? Illetve most a nem szeret. A szeretem, nekem nagyon szeretem az, hogy ott van végre a dedikált kapcsoló arra, hogy movie és still mode. Nagyon sokan hiányolják a fénymérést, engem őszintén nem érdekel. Tükörnélküli gépeknél úgy is az van, hogy belenézik a keresőbe, az első tárcsára van nekem az expo korrekcióra, akkor minden módba gyorsan, és akkor sötét világosítok, világos sötétitek, nem nagyon érdekel, hogy mi van igazság szerint. Van olyan eset, hogy kellene a spot fénymérés esetleg, de nem. Ez nekem így, hogy hibrid felhasználásra használom, sokkal-sokkal jobb, hogy itt átkapcsolom. Az XT3-nál még az a módválasztón volt a másik oldalon, viszont ott oké, hogy a videót elraktuk bal oldalra, viszont a single fotómód az valahol középen volt, és a nem figyelsz, az a tükre máshova tekertél. Tehát azt kevésbé szerettem. Gondolkodom, hogy mi van még. Ó, nem beszéltem még, ami nagyon-nagyon jó, és semmi más gyártónál nem láttam még videónál, és imádom egyébként, és az XT3 óta tudja a Fuji. Van olyan, hogy AVB lock. És ráadásul olyan az az AVB lock, hogyha kirakod valami gyors gombra, és beállítod, hogy annál a gombnál meg is tartsa, akkor az, amíg nem nyomod meg még egyszer azt a gombot, az addig az adott fehér egyensúlyt lokkolja, tehát úgy fog maradni a géped. Ha kiveszed az aksit, ha lemerül az aksi, akármi van, akkor is úgy van. És az azért zseniális, mert oké, hogy megadod neki a custom VB-t, meg beállítod, meg minden, de annyira jól működik egyébként a Fujikon az Auto VB, hogy nagyon szeretem, és hogyha egy bizonyos helyszínnél úgy ránézel, hogy tök jó, puff, lelokkoltam onnantól kezdve, amíg nem változnak a fényviszonyok, és ott vagy, az univerzálisan használható. És ez nyilván szubjektív dolog, de én nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt az AVB lokkot. Ez is azért nem jutott eszembe, illetve most úgy jutott eszembe, hogy ránéztem, és ja, én ezt a gombot erre használom. És mindkét gépen azon van már, mit tudom én, másfél éve beprogramozva, és gőzöm nincs, hogy azon van beprogramozva, csak muscle memory ott van, és kész, használom. Nézegetem a gépeket. Itt ilyen kis egyéni dolgok vannak egyébként, amit még kevésbé szeretek, hogy az AL-ok és a Q-gombot megcserélték az XT3 és az XT4 között, teljesen mindegy. Átprogramoztam a menüből, mert akármit, akármire programozhatok, és akkor az AL-ok helyén van a Q helyén van az AL-ok, tök mindegy. Mindent úgy lehet ezer felé programozni, hála Istennek. Most nézelődöm még, hogy mi az, amit szeretnék esetleg, de alapvetően tökre elégedett vagyok az XT4-jel, ami abban is visszaköszön, hogy tényleg ilyen full frame vázak, meg mindenek vannak körülöttem, és egy percre nem vágyom rájuk. Jó, egy GFX-et szívesen kipróbálnék, de ehhez a fajta munkához van, ahol néha jó jönne, de alapvetően ez a fajta összvérgépes szerintem használhatóbb ahhoz, amit én csinálok. A GFX-el is videóznál egyébként? Kipróbálnám. Egy gondom van a GFX-en, hogy ugye nem tud 50p-t, és én szeretek azért lassítani. De van olyan, ahol nagyon-nagyon szeretném egyszer kipróbálni, mert annál ugyanúgy vagyok, mint amit a HDR-nél
meséltem, hogy senki nem próbálta még úgy ki, ahogy én ki szeretném próbálni. Az a GFX-nél még senkinél nem láttam Eterna DL400-as dolgot, mert nem használják. Ugye én meg borzasztóan kíváncsi lennék, mert papíron két fényérték előnyünk van az X-hez képest. És az azért mondjuk egy interiőrnél vagy épületnél az nagyon jól mutathat bizonyos helyzetekben. Na, ja, kíváncsi lennék. Aztán ugye közben jön az, hogy ó, nagyobb, ó, ha rárakok egy objektívet, megint nagyobb, ó, a gimbal nem bírja, most akkor mekkora gimbalt vegyek hozzá, miközben most is azt szeretem ennél a picin, hogy van egy kis Moza Aircross-om, ami egy apró gimbal, és elférek szűk helyen is vele, meg nem kell cipelnem. Úgyhogy alapvetően ezek azok a kompromisszumok, amikkel tök jól együtt tudok élni. Tudom, hogy van adott esetben valamennyivel jobb képminőséget adó gép, de kliens oldalról nem vesznek ebből semmit észre. Tudom, hogy valamilyen szinten van jobb videóképminőséget adó gép is, bár igazság szerint nem tudok belekötni semmilyen szinten a videójába, de kliens oldalról szintén imádják. Úgyhogy igazság szerint nem is nagyon ugrálok se objektívekbe, se gépekbe, az X-T4-nél is kivártam. Azt mondjuk nem bánom, hogy végül az egyik az olyan lett, tehát a vágóképeknél nagyon jó, stabil. Mi az a maxizó, amit használni szoktatok? Hát azt már mondtam, hogy ez nagyon szubjektív, én most a chatből idézek. Azt én 6400-ig simán bármikor felhúzom. Van, aki azt mondja, hogy a sok, én azt mondom, hogy használható. Ezt sőt, videónál is? Videónál is felhúzott 6400-ig akár? Videónál annyira, hogy elengedem autóizóba, hogy csinálja, amit akar. A videónál talán még hatványozottabban igaz egyébként, hogy a fénynek a miensége nagyon számít. Tehát, hogyha nincsen semmilyen fényed, és akkor csak úgy próbálod izóval kompenzálni egy 1-4-es objektívvel, akkor egy trutymó lesz, akármit csinálsz. Tehát ott azt nem tudod kompenzálni egyszerűen. De egyébként videónál is, ja, és videónál egyébként azért is használom ezt az Eterna DL400-as dolgot, mert hogyha elkezdem az F-logot bűvészkedni a gyári LUT-tal, ráengedem, akkor sokkal zajosabb lesz. Tehát van egy kivasalt LUT profilod, és arra még ráküldesz valamit, az olyan, mint mikor a fotónál egy ilyen erős körzt rátolsz, és az előhozza nagyon a blokkokat, a zajokat, meg mindent, és akkor az utómunka aztán azzal telik el, hogy egy csomó zaj szűrsz, azon sivít a gép, mert fel akarsz állni, mert nagyon processzorigényes, úgyhogy nem. Az, amit használok, hogy kikerülöm ott is a lútot, az nekem az teljes logot elnézést, az teljesen bevált. Rendben, köszönjük. Hát, ha nem érkezik több kérdés, akkor szerintem a mai webinárunkat lassan befejezzük. Én még egy dolgot szeretnék kérni a résztvevőktől, hogy a chatbe tudtok külön nekünk a Tripontfotónak írni üzenetet, és arra kérnélek titeket, hogy írjátok meg az e-mail címeteket, ugyanis a webináron résztvevőknek szeretnénk adni egy Fujifilmes kupont, amivel a készletünkön lévő Fuji termékekre 10% kedvezményt kaptok. Úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy írja meg az e-mail címét, ne mindenkinek, hanem direkt nekünk ki tudjátok választani, hogy csak a Tripontnak írjátok meg az e-mail címet, és akik megírják az e-mail címet, azoknak elküldjük ezt a kedvezményes kupont, amit augusztus végéig tudtok felhasználni a nálunk készleten lévő Fujifilm termékekre.